Éppen a vendéglátás terén megtanultakat mutatják be a fiatalok az őket vizsgáztatóknak a szakképzőiskola Fortiana tanszálóján. Júniusban az intézmény 101 tanulója ad tanúbizonyságot szakmai ismereteiről. A felkészítés nagyon sokrétű volt, régóta készültek a 9-esek erre a napra, ugyanis 10. osztályban a duális képzést, illetve a szakirányválasztást csak ennek a számonkérésnek a sikeres elvégzése után kezdhetik meg. 2020. szeptember 1-től bevezetésre került új szakképzési törvény szerint két részre osztik a képzés. 9. évfolyamon a szakképzésben, és a technikumi képzésben pedig 9. és 10. évfolyamon az évfolyam letétele után ágazati alapvizsgát tesznek a tanulók. Ilyenkor megmutatják azt, hogy mit tanultak abba az adott ágazatba, minden szakmára vonatkozóan. Például a mi ágazatunkban, a turizmus vendéglátásban 4 szakmáról tanulnak az egy év alatt a diákok. A feladatok több részből állnak a turizmus vendéglátás szakon is. A cukrászat, pincér, szakács és a turisztika is hozzátartozik a szakma teljes ismeretéhez az első évben. Így a tanulók megtanulnak süteményeket is sütni épp úgy, mint főzni, felszolgálni. De még a turizmussal kapcsolatos alapvető ismereteiket is bemutatják egy saját portfólió elkészítésével a Dél-Dunántúli régió turisztikai adottságairól. Ilyenkor egy vizsga nagy-nagy előkészületet és kellő odafigyelést igényel a lebonyolításban is, mert ezt a 4 területet kell koordinálni és megvalósítani a vizsga központi vizsgakövetelményeknek megfelelően a vizsgát. Ez zajlik most éppen itt a Fortiana tanszálon. A többi ágazatban is hasonlóan van ez így. Építőiparban a köműves és a festőtanulók fognak mind a 2 szakmai tudásukat felvonultatva vizsgázni. A gépészetben ugyanígy a hegesztő és a lakatos területen fognak számot adni a tudásukról. Tehát maga az ágazati vizsga egy összefoglaló ágazati tudásról ad felmérést. A többi ágazat esetén is hasonló a számonkérés. Ennek az összefoglaló vizsgának a letételével így egy jelentős mérföldkövön jutnak túl a diákok, ami befolyásolja még a hosszú távú eredményeiket is. Mi a súlya az ágazati vizsgának, ezt is fontos tudni, nagy súlya van először is. Aki nem tudja ezt az ágazati vizsgát sikeresen megoldani, azt nem léphet következő évfolyamba, nem lehet 10-es, azaz nem kerülhet duális partnerhez, nem tud majd szakmát, az önmagát a választott szakmát tanulnia. A másik fontos dolog pedig, beleszámít majd a szakmai vizsgába, a 3. tanév végén, a szakmai vizsga eredményében is beleszámít az ágazati vizsga, ágazatonként ez más-más százalékos arányjal történik meg. A turizmus vendéglátás ágazaton, mint említettem, 4 szakmában adnak tudást a tanulók. Cukrászaton 4 cukrászkészítményt fognak elkészíteni, nérote a süteményt, piskóta tekercset, égetett tésztafánkot, és a 4. pedig a linzerkocsárka. Konyhai műveletben is 4 különböző ételt kell elkészíteniük, spenót, krémlevest, aztán rostonsúly csirke mellett tejszínes gombamártással és párolt rizssel, halat készítenek a tanulók kevert salátával, és a 4. fogás pedig lenn zöldséges risotto. Tehát egy egész széles skálán mozog a termelésben a diák. Ezeket a készítményeket meg kell, hogy tanulja a 3 év alatt, meg kell tanulja az 1 év alatt, és itt a vizsgán el is kell készíteni. A tanulók párban dolgoznak együtt, így minden szakácsnak van egy pincérpárja, aki felszolgálja a vizsgaételeket és italokat készít. Ugyanis a pincérvizsga abból áll, hogy egy főételt és egy befejező fogást kell felszolgálni a pincérnek, illetve kevert italokat kell készíteni. Nyilván alkoholmentes variációban készítik a kevert italokat a pincértanulóink, készítenek egy Shirley Templet, egy mojitót, azon kívül egy piña coladát és egy Lucky Drivert. Nyilván ezeket a kevert italokat is megfelelő mértékben gyakoroltuk, hogy a vizsgára is, meg az életben is ez a tudás megmaradjon a diákjainknak. Azt kell, hogy mondjam, hogy a pincérvizsgának az egyik legkedveltebb része a kevert ital készítése, ezt igen szokták szeretni a diákok. A fiatalok itt a szakképzőiskolában ilyen sok területen megszerzik az elméleti és a gyakorlati tudást is, ezen a számonkérésen túljutva már egy nagyon erős felkészültséggel jelentkezhetnek majd a képző partnercégekhez.